hogy a titkosítás alapja szerintem a titok, és beszéljünk arról, hogy mi is az a titok. Ugye lényeg a titoknál az, hogy kevesen ismerik, az ideális az, hogyha senki nem ismeri, az a legtökéletesebb. Ez nem igaz, mert a senki az nem titok. Szíves, ne szólj be felvétel, mert senkit nem érdekel. Nyilvánvalóan mi olyannal foglalkozunk, amit egy vagy nagyon kevesen ismernek, tehát korlátozott az ismeret ezzel kapcsolatban, bármi lehet titok. Az a fontos, hogy kielégítse ezt a technikai feltételt, titokként kezeljük, klasszikus titok ugye a PIN kártyánk, bankkártyán PIN kódja. De ki tudna mondani még a bankkártyán, amit titokként kéne kezelnünk, de kevesen kezelnek titokként a... Nem mondjuk, hogy jelszó. Már nem. A bankkártya száma. Nem, a hátulján az a 3-4-ű szám. Pontosan. Bankkártya hátulján az a 3-4-ű szám. Mert annak a birtokában, meg persze kell a kártyaszám, de azt ki lehet találni, meg egyéb trükkök, az könnyebben megszerezhető, bárki vásárolhat a kártyáddal. Tehát az egy szerintem elég nagy titok. Nem egy négyjegyű szám. Nem egy háromjegyű szám. Háromjegyű, és amikor azt a háromjegyű szám segítségével vásárolsz, akkor igazándiból ezzel elismered azt, neked kéne, mint kártya birtokosnak vigyázni rá, hogy elismered, hogy aki vásárolt, annak a kezében volt a kártya. Az a három jegyű azonosítja, ezt azonosítja. És elvileg még az is benne van, hogyha valaki így vásárolt, azért te vagy a felelős. Kivéve, ha nem mindenhol megy ám, szóval ez... Az, hogy valahol működik, nem, csak azt mondom, hogy az egy titok, amire kevesen gondolnak, hogy az titokként kéne kezelni. Mert hogyha mondjuk ellopják a bankkártyádat, ugye, akkor azzal azonnal tudnak vásárolni. De ha mondjuk lekaparod róla a 3-4-ű számot, de előtte fölírtad, akkor már hiába lopják el a bankkártyát, hogy gyakorlatilag nem tud vele mit kezdeni. Használhatatlan. Tehát nem feltétlenül a bankkártyádra kell vigyázni. És a PayPass? Az túl kicsi az összeg. Tehát azzal vannak különböző problémák. A másik, ami a titoknál egy fontos dolog, hogy így is maradjon. Tehát nem lenne... Tehát az, hogy valami titok, gondolom, hogy mondjuk senki nem tudja azt, hogy én hányba születtem. Ez ebből kezdve, mert csak én tudom, titok. De nem tartom fontosnak, hogy ez így is maradjon, bárkinek megmondhatnám. Tehát igazándiból ez nem egy valódi titok. Tehát a titoknál fontos, hogy az is maradjon. A másik fontos dolog, hogy térben és időben is lehet a titok. Tehát amit ma titoknak gondolok, az nem biztos, hogy 20 év múlva is fontos, hogy titok legyen. Tehát erre is gondolni kell, hogy mennyi ideig akarom, hogy titok legyen. Ha azt akarom, hogy 20 év múlva is titok legyen, akkor olyan, hogy előreugorjak, titkosítást kell alkalmazni, hogy 10-20 év múlva sem fognak tudni megtörni a megfelelő eszközök nélkül. Igaz? És még egy, amire kevesen gondolnak, a titok körül a titkolódzás, hogy milyen fontos. Hogy nem feltétlenül magát a titkot kell védeni, hanem sok esetben a titok körüli dolgokat is érdemes védeni. Gondoljunk arra, hogy nem biztos, hogy fontos, hogy nem biztos, hogy gondolunk arra, hogy a kedvenc kutyánk az neve az titok lenne, miközben azt használom jelszónak, vagy csak annak a segítségével csinálok jelszót. Tehát fontos szerintem a titok körül egyfajta titkolózás. A másik, hogy a titokhoz szerintem a legjobban illő szó az az illetéktelenség. Hogy azt kell is, nem a jogosultságkezelés, hogy kinek van joga megismerni a titkot, hanem a titok tulajdonosa az, aki illetékes, és mindenki más illetéktelen. És ez szerintem sokkal jobb szó, mint a jogosultság. Mert lehet, hogy mondjuk egy extrém példát élve, hogy szerep barátnőd van, vannak intim fotóid róla a számítógépen. Miért lehetnének? Jön a rendőrség, akinek joga van megvizsgálni akármilyen ok miatt a számítógépedet, lefoglalni. De te nem biztos, jogosult. De nem biztos, hogy szeretnéd, hogy a magyar rendőrség tulajdonába kerüljenek ezek a fotók. Mert valószínűleg nem sokáig lenne titok. Tehát arra kell figyelni, hogy ki az, aki illetéktelen. Nem az, hogy jogosult, illetéktelen. Mert mondjuk egy cégnél lehet, hogy mondjuk bizonyos adatokat megismerhet a vezérigazgató. Jogosult rá. De nem biztos, hogy szerencsés. Annak el, hogy jogosult. Ő igazándiból egy illetéktelen.
Aki nem a titok gazdája, az mind illetéktelen. És úgy kezeljük. Titkolódzunk velük szembe, stb. Stb. Ez volt így ilyen titokról egy ilyen elvje. Fejtegetés. Következő az, hogy hogyan védhetjük a titkokat. Alapvetően két útja van, amikor kódoljuk a titkokat, vagy rejtéssel csinálunk titkot. Ugye a rejtés az történet mondjuk ismeretlen helyre, vagy elérhetetlen helyre. Például az ismeretlen hely, ugye, hogy a kalózok hova ássák el a kincsüket. Az eléggé ismeretlen hely. Az elérhetetlen hely, beteszed egy logoszba, elutazol a csendes óceánra, és a Marianna árok fölött elengeded. Az eléggé elérhetetlen hely. De elérhetetlen hely lehet le mondjuk, hogy a Forkboxba be tudnád tenni az arany rudak alá titkodat, de elérhetetlen hely lehetne, hogyha számítástechnikai közelebbi példát mondjuk, hogyha mondjuk bármely számítástechnikai eszközben, hogy mit ilyen zárt, egybeszerelt, nem open source szoftver, hogy elérhetetlenné teszed, nem lehet kiszedni belőle. Majd mondok erre példát. Ez az egyik út, a másik az, hogy kódoljuk. A kódolás az ugye két dolog kell, algoritmus vagy módszer, és kell hozzá egy kulcs. Hát itt vannak ikonok, hogy két klasszikus, nagyon régi kódolási módszer. Az egyik ez a betűs, ez az úgynevezett Cézár rejtje, amikor alap esetben minden egyes betűt valamennyivel eltolunk. Ez itt hárommal. Ugye ennek a másik variációja, amikor mondjuk egy táblát használsz, hogy minden betűhöz egy másik betűt felejtesz meg. Ez abban az időben nagyon jó kódolónak számított, ma már ez nem okoz problémát. Statisztikailag bárhogy törhető, tehát ez csak egy példa, ez egy szimmetrikus. Ugyanazzal a kulcssal lehet bekódolni és adatot kikódolni is. A másik az egy picit érdekesebb, az egy rúd, rátekerve egy szallag, és erre a szallagra függőlegesen a rúd tengelyével párhuzamosan írjuk rá a betűket, az üzenetet, amit akarunk. Lehajtjuk, és ettől kezdve lesz egy betűhalmazunk. És csak akkor azt tudja elolvasni, akkor újra föltekeri ezt a szallagot erre egy ugyanilyen átmérői rúdra, és függőlegesen szépen végig tudja olvasni az üzenetét. Ezek klasszikus megoldások ugye a kódolásra, és van egy, ami a rejtésre egy jó példa, az egyiptomi borotválás, ami a rejtésre vonatkozik. Ami úgy működött, hogy egyszerűen fogtak egy rabszolgát, leborotválták a fejét, rátetoválták az üzenetet, megvárták, míg kinőtt a haja, aztán elindították. Ha nem tudták azt, az ellenfél nem tudta ezt a módszert, akkor nem tudta, hogy hol kell keresni valamit, és elég jól rejtve volt a titok. Na. Ennek az előzményeknek egy két-három megvalósítást mondanék. Egy nagyon jót, egy nagyon rosszat, meg egyet kiveszünk. Kivesézek. Kezdjük a szerintem egy nagyon rossz megoldással, ami nagyon rossz megoldás volt, a DVD olvasó. Hogyha mindenki emlékszik a DVD régió kódokra. Ja, 5 percig érhetünk. Hát annál egy kicsit tovább. Ugye az egész elve azon működött, hogy minden egyes DVD olvasóban benne volt az algoritmus is, benne volt a régió kód, a dekódoláshoz szükséges kulcs is, és csak is azért kizárólag azért működhetett, mert elérhetetlen volt. Mert nem tudtál hozzáférni a benne lévő hardwarehez. Kivéve addig, amíg elég sok DVD olvasót el nem kezdtek gyártani a világ különböző részein, és valaki nem figyelt eléggé arra, hogy elérhetetlen legyen. És svéd, vagy valamilyen, tehát skandináv srác megtörte és kiolvasta azt a kulcsot, amelyik ahhoz kellett, hogy dekodolni lehessen a DVD-t. Tehát ez egy nagyon rossz megvalósítás, mert csak egyetlen egy dologra támaszkodott az elérhetetlenségre. Hogy nem tudsz hozzáférni. De hát, az lássuk, hogy nem egy működő dolog. A másik, ami egy sokkal jobb példa, a második világháború alatt az indián kódfejtők, úgymond a csendes óceánon. Arról van, igen. A dolog lényege, hogy indiánokat vett fel a haditengerészet, akik a saját nyelvükön beszéltek, aminek nem volt leírása. Ismeretlen volt a nyelvtan.
nem volt hozzá szótár. Ugye ezért mondjuk úgy, hogy az algoritmus, a kódolás teljes, az algoritmus ismeretlen volt. Ragozott, nem ragozott, stb. Semmit nem tudtak a nyelvtanról. A másik ismeretlen kódot használtak, mert minden egyes régi névhez használtak egy új katonai megfelelőt. Mondjuk a teknős bélka volt a harckocsi, a nyúl volt a csatahajó, és lehetne sorolni. Körülbelül 100 szót kellett így megtanítaniuk ezeknek az indiánoknak, tehát ez egy kód is ismeretlen volt. Tehát ismeretlen algoritmust alkalmaztak, ismeretlen kulcsot, és az ellenségtől megpróbálták rejteni is, az ellenségtől elérhető, lehető legtávolabb alkalmazták ezeket, ez például azt jelentette, hogy ismeretlen szolgálati helyük volt. Nem az volt, hogy hogy egy századnak volt egy indián kódfejtője, hogy az a hírközlő szakaszban volt, hát az túl egyszerű lett volna. Valahol egyszerű lövész volt. Tehát nem lehetett azt csinálni, hogyha rájövök, hogy hol vannak a híradó szakasz, akkor oda megyek, lerohanom és ott megtalálom az indián. Mert ott valószínűleg nincs. Máshol van. Tehát megpróbálták rejteni. A másik volt testőrük, akinek nem az volt a dolga, hogy megvédje őket, hanem hogy megölje őket. Hogyha fennállt a veszély, hogy az ellenség kezébe kerülnek, akkor meg kellett ölni. Ő ugyanolyan lövész volt, mint a többi, csak őrmesteri rangja volt, hogy mindenki fölött rendelkezzen rangba, és hogyha olyan volt a helyzet, akkor az volt a felelősség, hogy megölje. Elérhetetlenség. Gondoskodtak arról, hogy ismeretlen kód, ismeretlen algoritmus, ismeretlen helyen, és még az elérhetetlensége is törekedte. Hát ezt a rendszert a japánoknak nem sikerült megtörniük. Elég sok mindent megtettek azért, hogy ez sikerüljön, de nem jött össze. Szerintem egy jó kombináció volt. És akkor eljutottunk oda, hogy... Neked ez jobban tetszik. Hogy az első géppel támogatott titkosítás. Ez a német enigma. És akkor ezen bemutatom körülbelül az összes gyermekbetegségét, lehetőségét egy géppel támogatott kódolásnak, hogy ez milyen problémákat okoz. Itt látható a képe, úgy néz ki, mint egy írógép. Csak az sokféle verzió készült belőle, de beszéljünk csak az egyszerű verzióról. Ez úgy néz ki, ezzel nincs ebér. Tehát látszik, hogy egy írógép, és az írógépen fölül vannak még egy ugyanolyan betűsor. És itt látszik ez a három darab tárcsa. Ez úgy működött, hogy a három darab tárcsa hordozta a kódot, majd később rátérünk, hogy hogy. Működése egyszerű volt, ha lenyomtad az írógépen egy betűt, akkor itt a tetején fölvillant egy betű. Egy. És ezt kellett neked átírni. Gépelted a szöveget, olvastad a kódolt üzenetet. A működés az körülbelül úgy nézett ki, ezen az ábrán van kiemelve, ugye, ha három darab tárcsa volt, minden tárcsán 26 szegmens, mert 26 betű volt a német ABC-ben, amit használtak, két oldalán 26 darab ilyen szelet, és a 26 darab szelet, tehát... Az nyeli. Nyeli? Az se jó. Majdnem jó. Az nyeli. Tényleg, nem veri vissza. Akkor ez nem működik, köszönöm. Sorry. Tehát van egy tárcsa, kör alakú tárcsa, 26 szelettel, mert 26 betű van, és mindegyik szelethez megfelel a másik oldalon, össze van kötve egy drottal a másik oldal. Véletlenszerű. Olyan, mint a C-zárkód. Lehet ugyanannyival eltolva, bármilyen megoldással. Három ilyen tárcsánk van, és amikor ezt beállított, hogy ez a három tárcsa hogy álljon, amikor lenyomod mondjuk az albetit, akkor itt látszik az ábrán, hogy az áram merre folyhat, keresztül folyik, és fölgyullad a D betű. Ez a kódolás úgy van kialakítva, visszafordító meg egyéb, hogyha viszont lenyomod a D betűt, akkor az állámpa fog kigyulladni. Ezzel tudod dekódolni is. Amivel ez meg van variálva, mert ez így relatíve nagyon egyszerű, mert ez csak egy
Cézár kód, amit relatíve könnyű lenne feltörni, hiába van három egymás után. Ezért minden egyes billentyű leütésre a tárcsák tovább fordulnak. Az első tárcsa az minden leütésre egyet fordul tovább, mechanikusan, azért vannak ilyen nagy nyomógombjai. A további tárcsák azok attól függően, hogy tudnak tovább fordulni, hogy az előtte lévő tárcsában ott van-e fog vagy nincs fog. Tehát bizonyos időközönként, a bizonyos lépésenként a másik tárcsák is fordulnak. Ennek elég nagy a variációs száma, hogy ezt ne lehessen kitalálni. Nem tudom, érthető, hogy körülbelül hogy működik. Na. Hát ami ezzel a probléma, az első, egy definíció, hogy mindenki képes olyan algoritmust kitalálni, amit ő nem képes feltörni. Ezt az enigmát a hadsereg megrendelő rendelte meg, és fölmerült, hogy a haditengerészet is használja. Ezért a német hadseregről beszélünk, ezért a német hadsereg megfelelő utakon, kellően lecsupaszítva az információktól, keresett egy szakértőt, hogy mondjon véleményt, hogy ez a titkosítási módszer mennyire lehet jó. És a válasz az jött, hogy nagyon király. Egyetlen egy probléma volt vele, mivel ők nem tudták, hogy ki a szárazföldi hadseregnek a beszállítója, és megkeresték a legjobbat, akik szerintük a legjobban érte ez a kódoláshoz, hát az ugyanaz volt. Tehát ők a tudtukon kívül azt kérdezték meg, hogy milyen jól kódol ez az enigma, aki gyártotta az enigmát. És ugye ő mit mondott? Hát ezt nem lehet feltörni. Hasonló a helyzet, hogyha valaki emlékszik a NASA-nak az űrrepülő gépén a lepattant cserép esete, ott is kiderült, hogy a legjobb cserép, a legjobban hozzá, legjobban az, aki a szakértő volt, elismert szakértője volt a cserepeknek, Nátának nem volt hozzá képesítése, és a feltett kérdéseket egy idő után saját maga megkapta. Na, akkor a következő probléma az volt az enigmával, hogy nem vették figyelembe azt, hogy a kódoláshoz kapcsolódó matematika elég jelentősen tudott fejlődni. Mivel ők abból indultak ki, hogy a régi matematikát fogják használni, és erre építettek a megfeltörésnél, ezért ehhez készítettek gépet, amire ez nagyon jó volt. Itt az asszony. Igen, ez volt akkor. Tehát, hogy ezt nem vettek figyelembe. A másik, amit nem vettek figyelembe, az nem írtam ide föl a listába, de fontos, a titkolódzás. Nem védték eléggé az enigmát. Nem védték eléggé körülötte a titkokat. Például a lengyeleknek sikerült megvásárolni a teljes dokumentációt, az enigma leírását. Ami egy nagyon nagy előny volt. Ahhoz képest, hogy ami segített, és a lengyelek megvették a leírást, és mivel náluk nagyon fontos volt az, hogy tudjanak mindent a németekről, rengeteg ifjú matematikust állítottak rá, és jó szakembereket, és ők fejlesztettek a matekon, és ők találtak matematikai megoldásokat arra, hogy hogyan lehet ezt megtörni. Tehát kevés volt a technológia. Azt hiszem, ezt rosszul nem beírtam, igen. Ez a vége volt. Tehát, akkor itt beszélünk egy sort. Mivel kaptak egy csomó dokumentációt a lengyelek, ezért sikeresen össze is állítottak egy kísérleti gépet, és kaptak üzeneteket, amiket kódoltak, amit az enigmával kódoltak üzeneteket. És elég jó volt a matekjuk, de nem tudtak tovább lépni. És egyszer az egyik matematikus azt mondta, hogy hát próbáljunk egy nagyon egyszerűt, mi van akkor, hogyha az első tárcsa úgy néz ki, hogy az A az A-hoz, a B a B-hez, tehát hogy az első tárcsa csak egyenesre van kötve. És rohadt nagy szerencséjük volt, mert az általuk kapott első enigma üzenetek, azok tényleg így voltak kódolva. Olyan tárcsa volt benne, ami egyenesre volt húzva. Mert a tesztidőszakból származott az üzenet.
És valószínű, hogy a fejlesztők, hogy könnyebb legyen ellenőrizni a gép működését, egy ilyen tárcsát használtak. És az azért volt fontos, mert papíron, ceruzával nekiálltak kiszámolni, mi van, hogyha az így van. És találtak egy jó kódot, és vissza tudták fejteni az üzenetet. Ez nem azért volt jó, mert kaptak egy üzenetet, ami egy teszt is semmi értelme, hanem azért, mert meggyőződtek arról, hogy van egy matematikájuk, van egy algoritmusuk, amelyik jó és működik. Nem kellett másik utat választani. Ezért lett volna fontos, hogy titkolódzanak. És ugye itt benne van az, hogy a dokumentációba olyan adatok kerültek bele, ami fejlesztéskor könnyítették a rendszert. Ez lehetne, hogy olyan példa, ami manapság volt, nincs szerintem 3 hónapja, hogy megjelent a hírt, hogy egyes SSD-knél a JTAG csatlakozón keresztül ki lehet nyerni a nyers adatokat, hiába van bekapcsolva a titkosítás az SSD-n. Igen, igen. Tehát, hogy az SSD-ben működő titkosítást meg lehet kerülni a az alaplapra forrasztott JTAG csatlakozón keresztül, mert ott ki lehet nyerni a nyers adatokat. Fejlesztés során nem árt, hogyha odafigyelsz arra, hogy milyen egyszerűsítéseket használsz a rendszerelem. Ez segítette. Ennek eredményeképpen ők tudtak építeni egy bomba nevezetű berendezést, amely teljesen mechanikus volt, és már tudott törni. De ez kevés volt. Mert kitalálták azt, mert foglalkoztak matematikával a németek, hogy ugye hogy kommunikál egy ilyen enigma. Én beállítok valamilyen kódot. A címzetnek kell tudnia valamilyen kódot. Hogy juttatom el oda, hogy mind a ketten ugyanazt a kódot használjuk? Ehhez kódkönyvet használunk, amiben le van írva, hogy 2018. december 18-án ezt a kódot használjuk, a QVVV kódot használjuk. Ezt mindenkinek kinyomtatjuk, mindenkinek elküldjük, és akkor mindenki ezt használja. Aznap. Másnap másikkor. Igen ám, de azt azért tudták már akkor is, hogyha ugyanazzal a kulccsal sok nagy adatmennyiség, minél nagyobb adatmennyiséget kódolunk, annál nagyobb valószínűséggel lehet megtörni. Ezért az okos katonák kitalálták, hogy nehezítsük meg az ellenfél dolgát, ha fel akarja törni, ezért kitaláltuk azt, hogy oké, hogy van napi kód, de a napi kódot azt úgy használjuk, hogy amikor leül a kezelő, akkor választ egy saját kódot, bármit. Leírja egy szó a papírceruzára, utána fogja, beállítja a napi kódot, amit kinézett a kódkönyvből, és elküldi az általa választott kódot, kétszer. Ez van az üzenet elején. És miután elküldte kétszer a napi kódot, utána beállítja a napi kódot, és utána megy a tényleges üzenet. Ezzel elérték azt, hogy minden egyes üzenet gyakorlatilag más kóddal megy. Egy kóddal túl rövid az üzenet. Igen ám, de nem gondoltak arra, hogy már a lengyelek mennyire előre vannak. Hogy nekik már van törőgépük, csak az a probléma, hogy ugye van egy titkosított üzeneted, választunk egy kódot, kipörgetjük itt az üzenet. Igen, de azt valakinek el kell olvasni, és meg kell nézni, hogy értelmes-e. Ha nem értelmes, rossz kód. Igen ám, de ezzel a módszerrel ezt ki lehet venni belőle az emberi erőt. Miért? Mert elég volt csak azt megnézni, hogy kapok egy üzenetet, hogy az első a negyedikkel dekódolom az üzenetet, az első a negyedikkel, második az ötödikkel, harmadik a hatodikkal. Ha ugyanaz, megtaláltam. Megvan a napi kód. És ez nem kell ember. Nem kell intelligencia, hogy eldöntsük egy üzenetről, hogy értelmes vagy sem. Mi történt? Nehezítésnek gondolt módszer segítette a feltörést. Nem gondolták végig. Nem rendszerben, hanem a rendszer egy szeletére gondoltak. Tehát ez, amit elsőre nehezítésnek gondoltunk, az könnyítette a feltörést. Aztán miközben a lengyelek ezzel dolgoztak, ugye akkor a német haditengerészet kitalálta, hogy ez egy jó kód, de a 3 azért mégsem elég jó, a 3 tárcsa, legyen 4, az a tuti.
és megrendelte, hogy ő légitárcsás, és ezért lecserélték az egész német hadseregben légitárcsásra a dolgokat. Aztán rájöttek, hogy hát igen, de hogyha nagyon-nagyon magas parancsnokság van, akkor négy tárcsa sem elég biztonságos, legyen öt tárcsás. Ezért építettek egy pár öt tárcsás gépet is. És a második világháború harci cselekményeinek, tehát mondjuk 40-től már úgy mentek neki a németek, hogy négy tárcsást használtak mindenhol gyakorlatilag. Amit már a lengyelek sem tudtak volna a saját módszerükkel megtörni, mert ahhoz már túl lassan működött a mechanikus, elektromechanikus berendezés. De átadták az összes matematikát, az összes elméletet az angoloknak, és itt jön az, hogy új technológiák kizárása. Hogy mindig számítani kell arra, hogy jöhet új technológia. Mert a régi elektromechanikus módszerekkel hiába van meg a matematikád, nem tudsz elég gyorsan kódot törni. De hát ők nem elektromechanikus, hanem elektronikus eszközt használtak, ugye a becsiprarban, és ezáltal meg tudták törni. Ez még mindig nem volt hozzá elég, mert közben bejött egy olyan mutatvány, hogy ugye kitalálták, hogy három helyet legyen négy, az a biztos, de akkor nem kell egyedi kód. Tehát, hogy nem kell ezt a módszert csinálni, és eltörölték. Ezért minden dekódolásnál végig kellett volna nézni az üzenetet. Egy olyannak, aki ember, intelligens, és ráadásul németül is tud. Ráadásul a szakzsargont is ismeri. És akkor itt álltak azzal a problémával, hogy most akkor mit lehet csinálni. Ennek az lett az eredménye, hogy a szárazföldi haderő üzenetei gyakorlatilag nem törték fel soha. Mit törtek fel? A haditengerészetét. Miért tudták feltörni? Mert tudtak bizonyos dolgokat, hogy a haditengerészet hogy kommunikál. Nem titkolózott a haditengerészet eléggé. Például azért, hogy a tengerről az üzenetet küldő hajó kellően rövid ideig rádiózzon, hogy ne lehessen bemérni a rádiódás helyét, rövidek. Mindent rövidítettek. Ezek voltak a kódkönyvekben. Meg hát, hogy az adott napon milyen kóddal kell üzenetet küldeni. Na most két aprócska probléma volt. Sikerült nekik megszerezni egy kódkönyvet egy tengeralattjáróról, nem süllyedt el elég gyorsan. De nem is az, hogy a napi kódok meglentek. Bár ezt el tudták titkolni a háború végén. Sokkal nagyobb az volt, hogy megtudták azt, hogy mit üzennek a tengeralattjárók, amikor följönnek a felszínre. Tehát, hogy előbb példát mondok. Tehát, hogy először följön a felszínre, megmondja, hogy szerinte hol van, milyen időjárás van, kész. Ha lát ellenséges konvojt, akkor hozzá képest milyen irányba van, mekkora sebességgel halad, becsülve, stb. Stb. Ezek ilyen egyen datagramok voltak. Jó rövidek, jó többerek. Miért volt ez jó? Mert a becsiprarban, amikor elkezdték törni a kódot, amikor följött egy tengeralattjáró, és leküldte a rádióüzenetet, becsülhették, hogy mit fog küldeni. És ezért számítástechnikával egy csomó dekódolt üzenetet kukázhattak, mert hogy olyan koordinátát adott ki, ami nincs. Érthető, amit mondok. Tehát ha a csendes óceánról koordináta jött ki, akkor azt tudjuk, hogy nem jó, mert ez az Atlanti óceánon kellett, hogy lenni. Hogy ez mennyire így volt, az egyik legnagyobb sikerét a német tengeralattjárók úgy érték el, Farkasfalka, az mond valakinek valamit, hogyha egy tengeralattjáró meglátott egy konvojt, megmondta, hogy merre van a konvoj, merre tart, és akkor a központ mindenkit oda irányított. És amikor mindenki ott volt, akkor egyszerre rácsaptak. Akkor már tudták az angolok, mondjuk így, az admiralitás, tehát a hajókat vezető parancsnokok, hogy hogy kommunikálnak a tengeralattjárók. És jött egy konvoj, amit tudtak, hogy jön át a tengeren. És tudták, hogy egy tengeralattjáról leadott üzenetet, hogy meglátta és valószínűleg megmondta, hogy hol van. Ilyenkor alapba megváltoztatták a konvoj irányát, hogy másfele menjen, stb. Ezt nem engedte meg a becsipark, ezért az összes rádióüzenetük megvolt, ahogy összeállt a farkasfalka, az összes tengeralattjáról. És hagyták, hogy a konvojra rácsapjanak.
és rengeteg hajót elsüllyesztettek, stb. De lett egy olyan üzenethalmaz, amiről tudták, hogy mi van benne. Mert hogyha ekkor küldted el az üzenetet, ekkor itt volt a konvoj. Be tudtuk nagyon szűkíteni az üzeneteknek a tartalmát, hogy minek kellett benne lenni, és a dekódolás során rengeteget tudtál dobni. És ennek segítségével megtörték az enigmát. És ugye igazándiból ez egy jó példa arra, hogy jól meg kell gondolni azt, hogy a környezet, ami a titkosítás körül van, hogy az mennyire biztonságos. Mert azból elég információ gyűjthető ahhoz, hogy törhető legyen a rendszer. Ezért nem állt a titkolódzó. Minél kevesebbet tudnak a titok környezetéről, annál jobb. Mert azt nem mondtam, hogy mivel elektronikus eszközt használtak, pillanatok alatt ki tudták pörgetni az aznapi kódot. Tehát azt körülbelül ki tudták pörgetni egy ilyen pár óra alatt. Tehát, hogyha megjött egy üzenet, akkor 5 órával később már tudták az aznapi kódot. Amit nem tudtak, hogy ezekhez tárcsák tartoztak. Ugye 4 tárcsa. De ezeket a tárcsákat biztos, ami biztos alapon, bizonyos időközönként cserélték, amelyikben más a húzalozás. De ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy az összes enigmába ki kell cserélni. Tehát ez egy nem kis infrastruktúra, hogy igen, legyártuk, van 5000 enigmánk, akkor le kell gyártani 3x5000 ilyen tárcsát, és ugye ezeket lepróbál, stb. Ezért ritkán cserélik, mert drága, de ha lecserélik, akkor mehet a levesbe. Mert ha tudom a tárcsát, akkor nagyon könnyen a számítógéppel kipróbálra. Ki tudom pörgetni a jóvá, ki tudom találni, brute force-szal meg tudom törni. De ha nem ismerem a tárcsát, a belső húzalozást, akkor ez sokáig tart. Akkor kell egy nagy adathalmaz, amelyikből tudom, tehát amit elmondtam a konvoj kísérletében. Ezért például rettegtek az angolok attól, hogy lassan eljön az ideje, a D-nap partra szállás előtt, hogy a német haditengerészet tárcsát fog cserélni, és nagyon féltek attól, hogy pont a D-nap előtt fognak tárcsát cserélni, és nem tudják olvasni az üzeneteiket. Mákuk volt, nem cseréltek előtte. Na, akkor megvolt a múlt, körülbelül elmondtam, mit akarok. Akkor beszéljünk egy kicsit a számítástechnikai titkosításról, és azon is belül kimondottan a kódolás részéről. Kódolás tulajdonságait én, hogy mondják, önkényesen két ilyen ellentétpárba állítottam össze, ugye a szimmetrikus és aszimmetrikus, ugye az, hogy egy irányú vagy két irányú, az ugyanaz, ugye azt jelenti, hogy ugyanazzal a kóddal tudok kódolni és dekódolni is. Ilyen volt például az Enigma. Az aszimmetrikus a két irányú, amit a két kulcsos titkosítás, amit ki fogok majd később elmenni. És még egy fontos, hogy gyors vagy lassú. Lássuk be, hogyha mondjuk titkosítva akarunk átküldeni egy videófilmet, ahhoz nem árt, hogyha gyors a titkosítás, mert nincs arra kedvem, hogy 3 nap múlva érkezzen meg, mert annyian lassú a titkosítás. Viszont, hogyha egy jelszót akarok, amit évente egyszer használok, akkor nem zavar, hogyha mondjuk 20 másodpercig tart a kódolás vagy dekódolás. Fontosabb az, hogy jó biztonságos legyen. És erre hozom a tökéletes példát, PGP-t. Mondd ez valakinek valamit? Igen. Hogy hogyan titkosít a PGP-t? Oké. Tehát a PGP használja a szimmetrikus kódolást, az aszimmetrikus kódolást, a gyorsat és a lassút. Mindegyik fontos elem benne van. Nézzük meg, hogy hogy működik. Ugye van egy adatunk, és generálunk egy véletlen kulcsot. Ez lesz a véletlenszerű kulcsunk, ez szimmetrikus kódolással, ami relatíve gyors, elkódoljuk. Igen ám, de a kulcsot el kéne valahogy juttatni a címzetnek, ezért mit csinálunk? Két kulcsos, tehát aszimmetrikus kódolással elkódoljuk ezt a generált kulcsunkat, és ezt a kulcsot hozzáteszünk az üzenet mellé, és így küldjük el az üzenetet a címzetünknek, és mivel a címzet ki tudja kódolni a
csak ő tudja kikódolni, mert más nem alkalmas, ezért két kulcsos, ugye vagy aszimmetrikus. Ő ki tudja kódolni a kulcsot, ezért ő vissza fogja tudni fejteni az adatot, mert ugye bejön a titkosított üzenet, ugye a titkosított adattal és a titkosított kulcssal. A kulcsot aszimmetrikus kódolásra ugye kikódolja, ami relatíve lassú, mert azt akarjuk, hogy lassú legyen, mert minél lassabb, annál kevésbé lehet búfosszal törni. Megvan a kikódolt, véletlenszerűen generált kulcs, azzal visszafejtjük az adatot és megkaptuk az eredeti eredményt. Tehát a PGP ilyen szempontból szerintem nagyon jól ötvözi az összes létező megoldást, ami lehetséges. És ezeknek a kombinációja szerintem egy eléggé jó egyensúlyt teremt. És eljutottunk oda, ahogy a Linux vagy az Ubuntu fogja használni a titkosítást a diszkeken. Hát azt tudom... Annak után néztél, mindig ezt használja, ezt a technológiát? Igen, mert ez angolul nem akarom kimondani, mert nem tudok angolul, egységes Linux kulcs, tehát egységes kulcskezelés, végül is ennek a rövidítése ez a Lux. Ennek a megvalósítása ez a Crypt Setup. Nem akarok úgy különösebben belemenni a részletekbe. A dolog lényege, hogy ennek a, ez a Lux, ez gyakorlatilag egy kulcstár, amit bárhova, bármilyen adathalmaznak az elejére elhelyezhetünk, ennek van meg az algoritmus, hogy hogyan lehet ebbe kulcsot behozni, kulcsot kivenni, és az itt tárolt kulcssal fogunk valójában titkosítani majd adatokat. Tehát a Luxban tárolt kulcs, az valójában az a kulcs, amit a PGP-nél mutattam, ez a két kulcsos. Tehát az a kulcs, az a titkosítási metódus, ami lassú, nehezen törhető, stb. Azt tároljuk a Luxban. És az abban, abban a módszerrel tároljuk a Luxban, és az onnan kinyert kulcssal fogunk titkosítani, ami már egy simán szimmetrikus kódolású rendszer. Na, nézzük egy kis gyakorlatot. Azt úgy gondoltam, hogy ezen a gépen megmutatom, de ezen a gépen nem igazán lehet, azon kellene, de annak ugye nem megy a kijelzője. Nem baj, mondd el. Igen. Új sögzítetet meg lehet majd állítani. Igen, tehát lényeg, hogy bárhol, ahol adatot akarunk titkosítva tárolni, előtte azt, az, azt a helyet, ahol tárolni akarunk, azt töltsük föl szeméttel. A titkosításunk eredménye minden esetben egy véletlenszerű halmaz lesz, tehát hogy ne lehessen tudni azt, hogy meddig tart a titkosított adatunk, vagy hogy hol van, ezért az a teljes tárterületet, ahol a titkosított adatokat tároljuk, azt föl kell tölteni szeméttel, hogy ne adjunk segítséget a feltörőnek, hogy igen, látszik, hogy ez teljesen nulla, de ebben az egy szektorban van 512 bájtnyi érvényes adat, na hát akkor köszönjük szépen, csak ezt kell keresni. Tehát az egészet szeméttel. Itt van a két parancs, hogy meg lehet csinálni. Ugye az egyik az egy image file gyárt, tehát mindegy, valamekkora méretünk. Következő lépés az a kulcskészítés, és akkor most beszélünk arról, hogy a kulcs, a Lux, és itt arról van szó, hogy a Lux, úgy fogom hívni, kulcsokat tárol, ugye? És az, hogy ez a kulcshoz hogy tudsz hozzáférni, kétféleképpen tudsz hozzáférni. Az egyik az, amikor kulcsfájllal dolgozol, a másik, amikor egy, hát nem passzfölddel, hanem ez a jelmondat, igen, ez a fordítása, tehát jelmondat. Azért, az, mert hogy szó közt is behetetsz, meg bármilyen. Igen, parancsot. Ez az alsó parancs írná ki azt, hogy, hogy megjelenítem, hogy az aktuális Crypt Setupod milyen kulcsfáj méretet támogat, és milyen jelmondat hosszot. Hát ezen a gépen, gondolom az összes többen is jellemzően, 512 karakter hosszúságú jelmondat lehet, és 8192 kilobájtos kulcsfáj. Na, ez a parancs egy egyszerű sor, amelyik egy kulcsfájt gyárt le, egy 65x65-ös halmazt, amiben csak ilyen kinyomtatható karakterek vannak, hogy de ez nem megkötés. Tehát bármit használhatsz kulcsfájnak. Bármit. Lehet hosszabb is. Bináris, bármi,
Ha hosszabb per, természetesen levágja. Itt van az, hogy hozzuk létre mondjuk a hogyan formázzuk meg az adatterületünket, ez természetesen lehet egy image, egy partíció, bármi. Ugye az első esetben megadunk egy kulcsfájlt, ebben az esetben azt a fájlt fogja felolvasni, és azt fogja használni, mint mondjuk úgy, hogy jelszó, de ugye ez nem jelszó. A másodiknál pedig, mivel nem adtunk meg kulcsfájlt, be fogja kérni a jelmondatot, és akármilyen hosszút akarsz. Ami érdekes ebben, az a Crypt Setup-nak a benchmark-ja, azt szerintem lehet, hogy meg tudom mutatni. Ha nem megy oda a kijelzőre, akkor nem. Na jó, sikerült valahova. Jó van. Jó, csak nem. Tehát a Crypt Setup-nak mindent a Crypt Setup intéz az összes Linux-os rendszeren gyakorlatilag. Benchmark része az abból a szempontból érdekes, mert megmutatja neked azt, hogy a memóriában milyen gyorsan tud kódolni, dekódolni. És amit itt a kriptóval meg ki tudod választani azt, hogy milyen titkosítások támogatottak a gépeden, és ugye egy paraméternél ez van megadva, hogy ugye ez AS SH6256-os kódolással tárolja magát a kulcsot. Hogy ne lehessen könnyen törni a kulcs tárból, ne lehessen könnyen visszanyerni brute force-szal a kulcsot, semmilyen úton, módon, ezért fontos a benchmark, mert alapesetben úgy van beállítva a Crypt Setup, hogy a választott titkosítással a kulcsfájlon vagy a jelmondatodon addig csinálja ezt az algoritmust, amíg legalább az alapértelmezett idő 10%-áig el nem telik. Ami alapértelmezett az 1 másodperc. Tehát ahhoz, hogy ez azt jelenti, hogy ha te kulcsfájlból egy jó érvényes kulcssal akarsz kinyerni adatot, az is legalább 1/10 másodpercig el fog tartani, de lehet, hogy nem 1/10 lesz, hanem 1 másodperc. Lassítva, hogy ne lehessen brute force-ból, erőből meg törni. Jó. Azt hiszem, tehát hogy így kell létrehozni egy titkosított fájlt, partíciót, bármit. Ez már ettől kezdve minden. Ez létrehozza, megformázza. A következő lépés az, amikor megnyitjuk. Ugye Lux-szal kezdődik minden paraméter, open. Megadod neki, hogy hol van a titkosított adatod, milyen névvel illesse a drágát a továbbiakban. Lentő az, amikor kulcsfájllal adod meg. A következő az, hogy bezárja. Lényeg, hogyha így megnyitsz egy image-et, vagy egy partíciót, vagy bármit, akkor az ls per, dev per, a dev per, map per alá csinál egy ilyen próba nevezetű, vagy titkom nevezetű device-t. Amit megadtunk. Ettől kezdve azt ugyanúgy kezelheted, mint egy blokkeszköz, formázhatod, amit akarsz, azt csinálsz vele. Alapértelmezetben ezt használja. Azt hiszem, ezen ennyi volt. Igen. Tehát, ha kézzel kezeled, akkor körülbelül ennyi a kezelés. Így tudsz létrehozni egy titkosított partíciót, amire tudsz fájlrendszert csinálni, és karakkavát mindig kézzel beírogatod, stb. Akkor menjünk arra, hogy hogyan egyszerűsödik ez le, mert ez ugye macerás. Az egészet megúszhatod, ennek a kezelését, az LTC Crypt Tab fájl kitöltésével. Az első egy gyönyörű szép példa, ami arról szól, hogy megadunk neki egy device nevet, hogy ilyen device nevben is illessük majd. Megadjuk, hogy hol van a titkosított, vagy hova. Hol akarunk titkosított adat, halmazt kezelni. Következő megadjuk azt, hogy milyen kulcsa, ugye az alatta levő sorból ki van fejtve az opció, és utána jönnek az opciók. Ezt mit jó? Csinál, hogy automatikusan feloldja, vagy mit csinál ez? Igen. Az első sor az abból a szempontból jó, mert hogyha ezt megnézi valaki, ebben minden benne van, sok minden bele integrálva, ez a swap. A induláskor
megolvassuk ezt a kripta fájlt, és ha találunk egy olyan sort, amelyikben az az opció van, hogy swap, akkor azt fogjuk csinálni, hogy a megadott device-t azt megformázzuk olyan kódolással, mint ami ott mögötte szerepel. Utána megformázzuk, mint a létrejön megformázzuk ezt a device-t, és ettől kezdve lesz belőle egy, megnyitjuk, lesz belőle egy titkosított device, ami ilyen néven fog hallgatni. Ezt a titkosított device-t megformázzuk mkswap nevezeti parancssal, tehát csinálunk belőle egy swap partíciót, és föl is csatoljuk, mint swap partíciót. Ennyi. Ettől kezdve hiába swap-el a gépet, nyomják ki a szemét, a swap-ből nem szereznek tőled információt, mert a kulcsot ugye a dev per uradobból veszi, 256 bájtot olvas ki belőle, tehát aki kitalálja, hogy mi a jelszó, annak sok sikert kívánok hozzá, mert kétszer bekapcsoláskor nem lesz ugyanaz. Tehát titkosított swap partíciót ilyen egyszerűen lehet csinálni. Amit még lehet csinálni, az itt van egy a... Ha azt csináljuk, hogy mondjuk target neve, vagy mondjuk azt mondjuk, hogy legyen a target neve próba, megadjunk egy device neki, bármi ilyesmit, és K-fájlhoz beírjuk azt, beírhatunk egy kulcsfájlnak az elérési útvonalát, vagy azt írhatjuk, hogy na ne, és utána adunk neki egy ilyen lux paramétert, elég, hogyha azt mondjuk neki, hogy lux, akkor az fog történni, hogy induláskor ezt a device-t megpróbálja megnyitni a rendszer. Hogyha ott azt találja, hogy no ne, akkor bekéri a jelszót, beírod a jelszót, eltaláltad, és megnyitja neked a titkot egy az egyben. Ha nem nonét írtél benne egy fájlát, igen. Ez lehet akár egy pentelban is? Tehát tudja azt is, hogy az a kulcsfájlnak azt mondom, hogy dev sdb egy akármicsoda? Igen, tudja ezt is. Jól integrálódik a systemd-hez, majd arra később fogok mutatni. A dolog lényege, hogy ez automatice megnyitja, illetve van ez a két parancs, ez a crypt disk start és stop, az ebből a fájlból dolgozik. Tehát később is megmondhatod neki azt, hogy no auto, és akkor nem csatolja automatikusan, és akkor ezzel a két parancssal bármikor később fel tudod csatolni. Akkor már csak elég megmondani neki a target nevét, tehát hogy a titok neve, hívjuk így, hogy a titok neveit, és akkor attól kezdve azt meg fogja nyitni. Ugye ebben van egy picike kis lyuk, hogyha mondjuk ott benne van a fájl elérési útvonalában a kulcsnak egy teljes elérési útvonal, akkor a kulcsnak a gépen kell lenni, hogy meg tud nyitni. Tehát ez mondjuk egy automat elinduló rendszernél nem egy egészséges, mert hát ott van a gépen a kulcs. De amit mondtasz, erre egy jó megoldás lehet, hogy nem indul el automatán, de azt megcsinálhatod, hogyha bedugsz egy pendrive-ot, ugye az automatikusan felcsatolódik valahova, UDEV vagy bármilyen más technikával, ahol ott van a kulcsfájl, te szerepeltetheted ezt a fájlt. Azt az elérési útvonalat itt K-fájlként, ugye? És mivel már létezik, crypt diskkel simán meg tudod nyitni. Én pont ezt csinálom. Na, menjünk tovább. Basta! Nézzük meg azt, hogy integrálódik ez a systemd-hez, és aztán mit kapunk rá, elég a választ. Ugye, most megnézzük azt, hogy a... Mindig, és akkor várni kell, hogy kijön, akkor te tudod kapcsolni. De ezt már bootolásnál lehet akkor csinálni. Tehát... Akár bootolásnál is megcsinálhatod, attól függ, hogy csatolódik föl. Hát a pendrive-ot belugom még, miért megnyomom a gépen a beinduló gombot. Igen, csak itt ugye az a kérdés, azért... Hova csatolja föl? Hát hogy... megkonfigolom, hogy automatikus. Igen, de nem mindegy, hogy mikor csatolódik. Mert ugye itt device-okat csatolsz föl. Tehát neked azt is biztosítani kell, hogy a pendrive-od előbb csatolódjon föl, mielőtt a rendszer föl akarja ezt csatolni. Initrom FS. Igen. Tehát amikor a teljes rendszert titkosított file systembe teszed, akkor gyakorlatilag az történik, hogy a cryptabnak a megfelelő sorát azt az init RAM FS-be beleteszi.
Tehát, hogy még az előtt le fog futni, mielőtt fölcsatolná a rendes file systemet, hogy ilyen tök egyszerűen leegyszeresítse a dolgot. De hogy lássuk, hogy integrálódik a titokba, látszik az, hogy kilistáztam azokat a system controllal, azokat a szervizeket, amelyikeket a Crypt Setup hoz létre. Tehát valamikor elindul a Crypt Setup, és a Crypt Tab alapján létrehozza a systemd-nek a megfelelő szervizeit. Ott látszik az első, az a Swap, amit mondtam. Tehát, hogy legyártja a Swap-et. Aminek van, hogyha valaki megnézi, akkor van egy következő, az utolsó előttie is, ami Crypt Swap és Swap a megnevezése. Azt most nem mutatom meg, de a systemd és függőségével meg van csinálva, tehát hogyha a Crypt Setup, tehát az első elindul, akkor utána fog elindulni a második, amelyik semmi más nem csinál, mint megcsinálja azt, hogy megformázza a partíciót és fölcsatolja, mint Swap-et. Mert ugye az Swap kiterjesztésű. És hogyha az a kriptab az nincs megmutatva, de az a lényeg, hogy abban a kriptabban volt 4 darab titok. Tehát 4 darab ilyen bejegyzésünk, és mindegyikre az volt írva, hogy no auto, tehát nem indul el automatice. Hogyha megnézzük, hogy itt az egyik legelsőnek ki van besézve, hogy ez hogy néz ki. Ha valaki ismeri a systemd-t, akkor mivel ott kulcssal van megoldva, kulcsfájllal van megoldva, tehát például feltételként azt mondja, hogy a kulcsfájnak léteznie kell. Ugye? És akkor itt van a sor, hogy hogyan csatolom fel, tehát hogy ezt a diszket csatolom fel ezzel a kulcsfájllal, ezzel a paraméterekkel, titok egy lesz a neve, és így csatolja le. Ez miért jó? Mert teljes egészében integrálódik a systemd-hez. Ez azt jelenti, hogy ha nem no auto van, akkor vár arra, hogy följöjjön az a diszk, amelyiken rajta van a titok. Ha följön, automatice feloldja. Ha tudja, mert kulcsfájból van. Ha nem kulcs, létezik a kulcsfáj. Ha nem létezik, nem probléma, mert hogyha jelszót adtának, akkor bekéri a jelszót. És a systemnek van olyan jelszó bekérője, hogy az bármikor be tud működni, tehát bootolás során is előtérbe tud jönni. Tehát, hogy így ilyen szinten integrálódik a Crypt Setup a systemd-be. Teljesen korrektül jól működik. Nem kell például azzal foglalkoznod, hogy leválaszd. Mivel ezek device-ok, itt azért van 4 device, mert a 4 device össze van fogva egy LVM-be, kötetbe, volume groupba, és arról vannak kiosztva LVM kötetek, és itt például abban a pillanatban, hogyha följön mind a 4 titkosított device, akkor mivel följöttek új device-ok, ezért, és mivel megolvassa a systemd ugye ezeknek a fejlécét, rájön abból, hogy ezeken LVM kötek van, ezért egy LVM scant is rá fog indítani, tehát az LVM kötet, volume group is föl fog jönni. Automatán megcsinálja. Egyet nem csinál meg, nem csatolja. De ha azt megcsinálod, hogy van akárhány titkosított file systemet, partíciót teszel, akárhogy össze van fűzve, és van benne egyetlen egy mount pont a systemd-be, ahova fölcsatolta, és azt a mount pontot te akarod használni, akkor mivel az a mount pont nincs, és minden együtt áll, akkor visszagörgeti a systemd az egészet. Nem voltak nyitva a titkok, de mivel ki lehet nyitni a titkokat, kinyitja a titkokat, fölveszi a titkosított partíciókat, a kinyitott titkosított partíciókat, arra elindítja az LVM-et, azzal följönnek a volumok, és mivel az egyik volum, amit te oda akarsz becsatolni, mert az benne volt az FS-tabba, azt fölcsatolja neked. Automatán. Tehát nagyon jól integrálódik a systemd-vel. És hogyha megnézed, a config fájlokból systemd unit fájlokat gyárt. És utána akár ezen keresztül is kezelheted. És nem kell a lecsatolással foglalkoznod. Tehát, hogyha fölcsatolod meg, ha omultolod akár miukból a csatolást,
utána leálláskor gyönyörű szépen visszabont mindent. Az unmontot nem mindig csinálja meg jól. Azzal akadhatnak problémák. Extrém helyzet. Az mit jelent? Elképzelhető olyan helyzet, hogy nem állít le olyan szolgáltatást, amelyik használja azt a csatolási pontot, ezért nem tudja visszafele visszagörgetni a rendszert, de mivel már valaki timeoutra futott, ezért elkezdi bezárni a titkokat. És kicsapod a file systemed alul a diszket. Tehát egy előbb állítod meg a diszket, mielőtt még a file systemet leállítottad volna. Ezért kellett egyszer szerintem újra tenni, nem? Mit? Amikor először föltettem és elkezdtem vele szórakozni, akkor egyszer túlmelegedett a gép és itt levágta. Semmi nem volt lemountolva, semmi, és utána csak így loading. Akkor erre, mivel a BTRFS és az EFS, mert ugye ezekre jellemzően valamilyen felszisztemet teszünk, az háklis tud lenni arra, hogyha amikor ő úgy gondolja, hogy kiírt egy adatot a diszkre, akkor az tényleg ott van a diszken. Ezért, hogyha Ubuntu alatt a teljes rendszer titkosított file systemre teszem, akkor nem formázza BTRFS-re, hanem csak X4-re. Ez egy ilyen, szerintem egy ilyen biztonsági megfontolás. Tehát okozhat problémát az, hogy egy titkosított eszközön BTRFS file system. X4-et használtam amúgy is. Igen. Na, akkor ez volt az, amikor te kézzel belemahinálod a titkosított file systemet, diszket, vagy te mahinálod bele a cuccokat. És akkor most beszéljünk arról, amit a Ubuntu magától kezel. Az első verzió, ha fölteszed a Crypt setupot, akkor az adusernek megjelenik egy partíciója, opciója, ez az encrypt kötőjel home, ez azt jelenti, hogy annak a felhasználónak legyen titkosított a home könyvtára. Hát erre a képre megpróbáltam besűríteni. Alap esetben nincs bejelentkezve a felhasználó, akkor a baloldali dolgot látjátok, ha bementek a könyvtárába. Tehát látok két kis gyönyörű szép fájt, meg ilyen hivatkozásokat. Ha viszont belép a felhasználó, akkor megjelenik neki rendesen az a könyvtár struktúra, ami egy normál felhasználónak van könyvtár struktúra. Mi történik valójában? Itt lehet látni ezt a sort, ez a home.encryptfs. Gyakorlatilag az történik, hogy egy encryptfs nevezetű file systemet fölcsatolunk, ott lehet látni, hogy milyen opciókkal, meg mit tudom én. És az történik, hogy minden egyes fájt, amit a home könyvtárba akarsz berakni, azt ő magát a nevet is, és magát a tartalmat is eltitkosítja. És egy ilyen felcsatolással oldja meg ezt a problémát, hogy lesz neked egy... Tehát nem közvetlen a diszket éred el, hanem az encryptfs-en keresztül. Ez az első megoldás. Aminek szerintem egy jelentős hátránya, vagy lyuk benne, hogy ugyanazt a jelszót használja, mint amit megadsz. Mint a bejelentkezési jelszóval. Ez azt jelenti, hogy ha valaki megszerzi az RTC shadow file-t, amiben ugye a jelszavadnak a hash-e tárolódik, akkor ha abból brute force-al vissza lehet szedni a jelszót, és ezáltal ugye megnyitható a titkod is. Tehát ez az egyikük. A másikjuk, mivel ez egy rendes csatolás, hogyha a rendszergazda van benne, az jogosult megolvasni a fájlönyvet. És ha ő egy fájlt megolvas, miközben nyitva van a titok, hogy így mondjam, akkor utána te hiába lépsz ki, a csatolás, a bound nem fog eltűnni. Továbbra is nyitva marad. És később is leszedheti. És itt van az, hogy a rendszergazda jogosult, hogy elolvassa, hát ő azért rendszergazda. De én úgy gondolom, hogy illetéktelen.
De szerintem például ez a megoldás nagyon jó megoldás lehet az, hogyha mondjuk több ember használ ugyanazt a gépet, akkor elég jól megbízhatsz abban, hogy a másik felhasználó nem fogja tudni törni a... nem fér hozzá a te adataidhoz. Ha nincs sudója. Ha a sudója van, akkor is tudsz védekezni, mert minden egyes kilépés után újra bootoltatod a gépet. Hát úgy igen. De párhuzamos munka mellett ezt nem tud megoldani. Párhuzamos munka mellett nem. Igen. Tehát lényeg, hogyha kinyitod a titkot, igen, ha kinyitod a titkot, hogy úgy mondjam, attól kezdve a rendszer gazda jogosult olvasni. De az ellen például jó, hogyha nem egyét használjátok. Hogy mondjuk te beszedsz egy olyan rootkitet, ami rendszergazdai jogot szerez. Az nem fogja tudni elolvasni az én adataimat, mert azok éppen zárva vannak, mint titok. És ahhoz, hogy az én adataimat elolvassa, ahhoz tudnia kell, hogy így van megcsinálva, és kell neki írni egy olyan valamit, ami majd figyel állandóan, és hogyha megnyitom én a titkomat, akkor nyitva tartsa és kimásolja. Ami már azért azt mondom, hogy eléggé nagy nehezítés. Ami szerintem egy elfogadható biztonságot nyújt, emelheti. Na, ez mi akart lenni? Ja, igen. Mi ez? Tehát akkor, hogyha ugyanazt a kulcsot használom, mint a bejelentési jelszó, akkor hogyha én csinálok egy titkosított saját mappát, akkor érdemes erős jelszót használnom bejelentkezéshez is. Igen. Igen, mert ugye az a jelszó használ. Ja, de hogyha, mint ahogy mondtad, ha már az nyitva van, akkor... Igen, arra nem véd, hogy valaki rendszergazdai jogokkal bír, aki jogosult téged olvasni, hogy az attól kezdve látja, mint... Mantulás után látja gyakorlatilag. Igen. Hát ezért vannak egy... Hogyan lehet jelszót változtatni innentől kezdve, hogyha nekem azzal van titkosítva az adatom? Nem tudom, hogy lesz itt egy olyan kép, nincs, befejeztük. A Lux-ba tudsz kulcsot cserélni, a Lux alap esetben 8 kulcsot támogat. 8 tároló helyet, és itt a kulcsot, itt az lehet jelszó, vagy kulcsfájl, vagy bármi kulcsot támogat. A 8 helyre bármit betehetsz. Újat is betehetsz, vala konkrét helyre lecserélheted a régit, stb. Az összes kulcsmenedzsmentet megteheted, ami kedvedre szokjam. Én azt szoktam mondani, hogy praktikusan javaslom mindenkinek, aki titkosításra kezd, hogy a második lépés, amit itt csinál, hogy adjon hozzá egy új kulcsot, egy új titkot, ami valami baromi nehéz, baromi bonyolult, soha többet nem akarod használni, de nem fogod elfelejteni. Mert az, tehát, hogy mondjam, az lehet a te backdoorod. Master key-re gondolsz? Használhatod master key-ként is. Azt tudni kell ugye, hogyha, mivel 8 kulcsot tud tárolni, ő amikor te beírsz egy jelszót, vagy kap egy kulcsfájlt, akkor ő nem tudja, hogy melyikhez passzol, amit te beadsz. Hanem nekiáll és próbálkozik. Ezért, hogyha mondjuk úgy sikerült összerakni, hogy a te gépeden egy ilyen kulcs tárolóhely kibontása az mondjuk 1 másodpercig tart, LuxDump kírja például, tehát, hogy 1 másodperc, és te pont a 8-at írtad be, akkor az 8 másodpercig fog tartani, még megtalálja a kulcsot. Ki tudja nyitni a kulcsot. Tehát ne lepődjünk meg, hogyha ezek ilyen lassú folyamatok. Tehát, hogy egy titkosított diszket megnyitni, mondjuk azt, hogy 1 másodperc alatt ne számolj, de 10 másodperc, akkor se lehet. Sőt, te meg is emelheted, hogy nagyobb legyen. Akár megcsinálhatod finom hangolást. Tehát, hogyha valaki ennek belemegy a rejtelmeibe, akkor akár megcsinálhatod, hogy amikor te a kulcsot belehelyezed a tárolóba, a Luxba, akkor azt mondod neki, hogy annyi iterációt csináljon rajta, amíg a speed testből kitalálod, hogy ezzel a gépen mondjuk 10 másodpercig tart. De akár lehet belőle 5 percet is csinálni. De ami azért érdekes, mert... Ördög lát. Mit? Tehát, hogyha azért megvan, hogy ez hány bites, tehát hogyha hiába hány perc, alapvetően a brute force-nál egy idő után már nem segít, mert áttördül, hogyha annyiszor csinálni. Nem tudom megmutatni a Lux, de meg tudom mutatni. Akkor átmegyünk egy kicsit másik üzemmódba, és akkor
Csak húzd át a terminált. Kontroll és mivel akkor, hogyha tönkre megy a rendszer, bebootolok egy live pendrive-val, és szeretném hozzáférni a titkosított mappához. Úgy. Azt hiszem van téma, hogy nagyon legyen betű. Előbb elefüli a téma. És csak... Bocsánat, hogy bejött. Van egy téma. Ja, rossz helyen vagyok. Igen, gyors az a terület. És akkor itt... Ctrl plusz nem? Nem. Itt hiányzik valami. Ctrl plusz nem? Nem jó a képernyő felbontása. Így van. Ha nem jó a képernyő felbontása. Beállítások, és itt tudsz profilt választani. Nagyban van méretre. Ó, ez még régen, hanyas ugultad ezt? 16.04. Azért, kicsit máshogy néz ki ez, de akkor itt... itt van. Egy vesztőkészítés, ezt felvisszük. Vagy vissza tud állítani. Jó, oké. Na. Akkor CD-t, home. Előadás. Jó, köszi. Ez azt hiszem a kettes előadás. Legyen így. Képek. Itt van ilyen. Jó, most jól megy, és akkor nem látom. Van egy ilyen. Hiányzik egy része. Egy picit kilép. Na jó, el fog tűnni most. Van olyan, hogy... Nincs így. Akkor akár gyárthatunk is. Vett autógomb. Azt keresem. Vedd a teljes méretről és méretezd be akkor arra, igen, hát pont ezt akartam, meg a betűt is egy picivel kisebbről. A betű az jó így. Igen. Így. Nem elő kisebbre kell venni. Ez a technika. Hozzáigazítjuk a szívét. Így, kész. Itt setup az, és akkor azt mondjuk, hogy Lux, hogy van? Kis ellen Lux Open. Ja, igen, mert a Lux és az a formatot válaszok, ja. Formázok. Nem akarunk demet vagy ilyesmit, hanem azt mondjuk neki, a pert. Na, de. Jó. Komolyan gondoljuk, hogy csinálunk egy image file-t, és megformázott titkosításra. Miért nem volt jó? Mert adja ezt a tilta. Nem. Nem. Ja, mert létre kell hozni. Igen. Hát mert nincs. Akkor DD... ugye... az per dev per mi volt? Random, ugye? És akkor legyen mi ma de jó, dolgozz, mert kibérikáljuk. Jó, csináltunk egy valamekkorát. Nézzük meg, itt van egy 136 megás, az elég jó. Nem ez scriptet format. Mondjuk neki azt, hogy yes. Akkor kell a jelszó. Ne roncsom a igaz. Jó, minden igaz, akkor eltaláltam és megkészült, akkor legyen egy lux. Dump. Dump, és így maga. Hát, kicsit vissza kell görgetni.
Látszik, hogy itt vannak a slottok, 1-től 7-ig vannak sorszámozva. De itt meg nem megy vissza. Na akkor, új verzió. De az oldalán ott van a görgetősáv. Shift page, up page, down, up. Igen, na itt van. Tehát látszik az, hogy... hogy mi a, tehát, hogy ennek a Lux konténernek mi a fejléce, tehát, hogy milyen titkosítást kell alkalmazni a kulcsok kinyeréséhez. Ugye ezek az alapértelmezett beállítások. És ami igazándiból kérdése, tehát itt van az, hogy mivel kell sózni a jelszót, hogy ne legyen olyan könnyű, és itt van a iteráció. Tehát, hogyha ezt a kódolást használod, a beírt jelszavadat meg kell sóznod ezzel, és utána ezt a kódolási algoritmust 423.840-szer meg kell csinálnod. Te megteheted azt, hogy ezt az iterációt felviszed. Tehát, hogyha arra számítasz, hogy gyorsabb gép, neked nem számít a sebesség, akár fölviheted annyira, ez olyan tized és egy másodperc közötti végrehajtást eredményez. Tehát fölviheted annyira, hogy 5 percig fog rajta dolgozni a gépen. Csak tudd, hogy 5 percig tart kinyitni. Az igen, az olvasás része a nehéz. Ez nem ezzel olvas. Ugye ez egy kulcstár. Ja, értem, 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 értem. Te a jelszóddal, a kulcsfájlóddal, a kulcshoz. Igen. Igen. Tehát a magát, az adatokat nem ezzel a kulcssal titkosítja. Okay. Hát, tehát igazából akkor hülyeség nagyobbra állítani ezt, mint maga a kulcs, ami védi a meghajtómat. Mert hogyha már ez hiába nyomom fel hatalmas védelemre, hogyha maga a kulcs, amit használok meg a titkosítás, ami magára a meghajtóra megy rá, az meg könnyen föltörhető. Tehát annál nagyobbra... De hogyha te választasz egy ilyen 256-os AES kulcsot, na most ha van egy adathalmazod, ami szemét, mert nincs benne semmilyen rendszer, mert törekedtünk rá, hogy ne legyen benne rendszer. Rámon. Na most ezzel mit fogsz csinálni, hogyha te tudod, hogy milyen titkosítás van alkalmazva, és tudod a kulcs méretet is? Visszautalok az enigmára. Nekiállhatsz próbálkozni. De mi lesz az az intelligencia, aki eldönti, hogy a dekódolt adat az érvényes, vagy nem? Itt ez a problémád. Tehát a brute force-nak ez az egyetlen egy óriási problémája. De ezzel, ha kitalálta, próbálkozok egy kulcssal, igen. Ha sikerül, akkor vissza tudok fejteni fájlokat és mappákat. Ha nem sikerül, akkor szemetet kapok. Igen. De mivel tudom, hogy milyen mapparendszer van a meg nem csak az, hogy jépek fájlok, igen. Tehát azért ezért az vannak ismeretek. Azt meg tudom csinálni, hogy van-e benne például dokumentumok, képek, igen. Zene, tehát ezek igen. Rá... Tehát én most azt mondom, hogy ha nem a... Nincs olyan sok nyelv, de tehát nincs. Lássuk azt, hogy, hogy úgy néz ki, de az adatstruktúra úgy néz ki, hogy van egy Lux fejléced, amelyben tárolod azt a kulcsot. De a home alatt titkos. De például van benne egy pont bash RC például, az pedig minden nyelven pont bash RC. De hogyha csinálsz egy olyan kijelentés, hogy ennek egy... Egy pontolható fájlrendszernek kell lennie, akkor már is kizártad az esetek 99%-át. Igen. Vagy aki egyáltalán érte, hogy mire van ez a titkosítás, nem a home alá fog adatokat, hanem hogy létrehoz egy adatmappát, vagy valamilyen mappát, amiben beteszi az adatokat, én ez nem tudom, tehát, hogy tettáról. És azt titkosítod. Azt kell látni, hogy az és eszköz... És a home az maradhat nyitva is. Így van. Mert ez, fogalmas, igen. Mi az. Ez egy eszköz, amiben ha beleviszel egy pici egyediséget, az a baromira meg tudod zavarni, és meg tudod akadályozni. Mert amire te gondoltál, nem tudom, arra gondoltál, hogy mondjuk 64 bites titkosítással titkosítod el az adataidat. Igen. Akkor a Luxban 64 bites kulcs van. De az a problémád, hogy a fejléc alapján nem az van benne. Uh-huh. Tehát a fejléc alapján nem az van benne. Hogy tudod ezt megcsinálni? Például a Lux menthető. A fejléc. Van rá parancs a kripszetaknak. Megteheted azt, hogy kinyitod a titkot, induljunk ki abból, hogy jó volt a fejléc. Lemented a fejlécet pendrive-ra, és rátöltesz egy rossz fejlécet. Érted? És ez marad ott. Amikor lekapcsolják a gépet, visszakapcsolják, elviszik, akkor van egy Lux fejléce, érvényes fejléc.
Ezt akarja megtörni. Sikerül megtörnie. Megpróbálja kikódolni az adatokat. És nem sikerül. És nem érti, hogy miért. Miért? Mert rossz a fejléc. És akkor te hogy tudod? Előtte Tendlerről hogy... visszacsinálod a fejlécet? Igen. Érted. Tehát automatizálod azt, hogy visszacsinálod. Harakirit követsz. Most az a kérdés, hogyha mondjuk arról lenne szó, hogy mondjuk egy szervert, amit egyszer kell elindítani, aztán sok-sok hosszú-hosszú ideig nem. És fontos, hogy ott, hogyha valaki a hóna alá csapja, akkor tuti, hogy neki tudjon semmit kezdeni. Lenyom így a biztosítékot. Tök mindegy, hogyha a hóna alá csapja és elviszi, hogy tuti, hogy ne szerezzen belőle információt, akkor használnék ilyen technikákat. Mert az, hogy évente egyszer nekem vissza kell másolnom a fejlécet. Vagy hogy évente nekem egy Arany János kedvenc versét kell begépelni, három verszakot. Még belefér, érted? Az nem biztonságos ilyen szövegje. Az miért? Nem az a kódszótán. Nincs. Akkor entrópiád van, hogy az életben nem fogod kifelelni. De benne van könyv. Nem tudom, egy céget, aki egy verszakot használ. De használ. Olyan, honnan tudod, hogy melyik könyv? De nem a pótkönyvben van benne, úgyhogy nem 26 karakteren van, hanem 6 milliárd. Mondok egy titkosítási problémát a könyvre, hogy a sivatagi háború során egy német előretölt hírszerzési állomást, híradó állomást lerohantak, és találtak ott, elvittek egy csomó papírt, és mivel okos katonák voltak, bezsákoltak mindent, és amikor szortírozták, találtak egy angol nyelvű könyvet. És ebből mit tudtak meg? Ki tudja megmondani, hogy abból, hogy találtak ott egy angol nyelvű könyvet, ami forgatva volt, de csak az eleje. Volt ott valami elrejtve. Tudták, hogy a Észak-Afrikában, angol területen működik egy nagyon-nagyon profi kém, akinek a titkosítását meg se kell próbálni feltörni. Mert ismerték a könyvekódos titkosítást. Ami arról szól, hogy van mind a kettőnek ugyanaz a kiadványú könyve, megegyezünk, hogy honnan kezdünk, és azt küldjük el, hogy hányadik sorszámra van az a betű, amit én most mondok. Érted? Ez a Bibliával szokták, hogy nem. Tök mindegy, hogy mivel. Ezt mondom példának. Tehát, hogy igen, ez egy óriási entrópia. Nekiállhattak volna az összes rádión ezt kiprorgetni. Mai számítás technikai rendszere is gyakorlatilag megfejthetetlen. Gondolj bele, hogy az összes kezdetet végig kell próbálnod. És nem tudhatod, hogy nem-e maradt ki egy üzenet. És a hossz se tudod. Semmit nem tudsz. Tehát olyan mértékű titkolódzás van a titok körül, hogy hiába tudod az algoritmust, hiába tudod a kulcsnak a terét, AS256, esélye, nincs értelme nekiállni. Valamit még kell tudnod. Ha például, és itt jön az, hogyha lett volna olyan hülye a német hírsz dekódoló fazon, hogy megpontozza, érted? Na akkor lett volna értelme a mutatványnak. De nem pontozta meg, ezért tudták, hogy keresni kell egy nagyon fontos, nagyon komoly ügynököt. Mert ilyen titkosítást nagyon kevés embernek alkalmaznak. Nagyon nehéz, nem lehet hosszú üzen, stb. De félrevezethetsz. Tehát, hogy visszatérjünk ide, Lux fejlész lement, másikat rá, köszönjük szépen, viszontlátásra. Ezt, ha nem tudja, hogy ezt kell csinálni, soha az életben nem jön rá. És ha tudja, hogy ezt kell csinálni, akkor mit tud csinálni? Még azt se tudja, hogy milyen titkosítással van a mögötte lévő adat titkosítva, és persze a kulcsot sem tudja. És ha vagy olyan hülye, hogy választasz egy eléggé extrémet, nem egy elterjedtet, hanem egy extrémet, ami nem 256-ot, hanem csak 128-as, de a kutya nem használja, miért azzal próbálkozna? Te azzal próbálkoznál? És már ott vagyunk azzal, hogy hát igen, ha nagyon okos és így csinált, akkor lehet, hogy olyat választ, ami ritkán van használva. Nem, akkor is azért egy olyat, ami nagyobb. Vagy akkor inkább, ami nagyobb? De ha ő így gondolkodott? Ez a tudom, hogy tudom, na most akkor mit csinálj?
Érted? Tehát ezek technológiák. És ezért mondtam azt, hogy ugye itt van 8 darab kulcshelyed. Bármilyen jelszóval, kulcsfájllal visszafejtheted. Lehet a kulcsfájlod mondjuk egy... Elteszel egy 16.04-es Ubuntu image-et. Az a kulcsfájl. Ki gondol, hogy az? Gondolja bárki is? Beteszel a CD-t, pff, kész. Újra telepít és meggondolva. Érted. Tehát, hogy ez rengeteg lehetőséget biztosít. Tehát maga ez a titkosított technika. Tehát meg tudom mondani, hogy az Ubuntu Image-nek ennyi eddig bit. Nem, az első. Elejétől számol. Persze variálhatsz is, de ezt, hogyha megadsz egy kulcsfájt, megvan az, hogy a Lux Clipsetup... De akár lehet az Ubuntu Image-en lévő... van benne képfájl is. Igen. És az a képfájl lesz a kulcsod. Itt látszik az, hogy itt van a default compilet, hogy van fordítva, tehát ugye ez lesz az alapértelmezett kulcs, hogyha nem adsz meg speciálisan kulcsot, meg itt van, hogy a password hashing grid az ennyi, tehát honnan vesz, hogyha kell neki véletlen számgenerátor, itt van az, hogy a PBTDF iteráció az mennyinél ne legyen több, ugye ezt, hogyha egy kulcsot be akarsz tenni ezen a gépen, akkor a kulcsot addig fogja iterálni, hogy közelébe legyen ennek az időnek, és utána fogja csak tovább tenni. Tehát ezzel véd a Blue Force szerzete. Ezzel belassít. Tehát hiába használsz egy AES-t 256-ost, ami egy gyors kódolás, ő direkte belassítja. Tehát egy gyorsból csinál lassút, mert ezt a kulcsot csak egyszer kell kivenni. Nem számít, hogy mennyi ideig történik, fontosabb, hogy védve legyen a támadás ellen. Nem tudom, érthetőre. Tehát itt visszajön ugyanaz a technika, és itt van az, itt látom a képfájlszíz, hogy ekkora lehet. Tehát megadhatsz ennél rövidebb fájlt is, meg megadhatsz hosszabbat is, tök mindegy, max eddig veszi figyelembe. És akkor, ha még szemetebb vagy, rejtjelezés, hogy fordítasz egy saját clipsetupot, amelyikbe ezt belefordítod úgy, hogy mondjuk kisebb legyen, vagy nagyobb, tök mindegy, és ugye a gép azt használja. Ha valaki fel akarja törni, akkor valószínűleg nem a te gépedet indítja el és próbál azzal valamit manipulálni, hanem magát a diszkekhez akar hozzáférni, és ha még valahol megtalálta azt, hogy ez a kulcsfájl, hozzácsatolja és nem fog működni, mert neki nem ugyanazok az alapértelmezett paraméterek. Hát amúgy azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy emberek diszkeit törik fel, azok kiveszik belőle a Winchester, szépen csinálnak belőle egy image-et, és utána azzal fogják. Igen, de mi lesz a poén? Nála más paraméterekkel van a clip setup, mint nálad. De ha a gépedből csinál image-et, akkor vissza a clip setup-odat is. Igen, de gondolnia kell arra, hogy ezt nézze meg, hogy paraméter. Megint nehezíted a dolgát. Tehát nem arról van szó, hogy feltörhetetlen, hanem elég gátat építesz neki ahhoz, hogy egy idő után feladja. Ha mindenképp meg kell, akkor nincs mese, akkor meg fogja törni, akkor csak időkérdése. Pénzkérdés is. Nem, valami nem pénzkérdés. Tehát, hogy ezek, és ezzel ennek segítséget tudsz segíteni. Azon a gépen meg lehet nézni, ugye ez volt az a verzió, amit Ubuntu alatt tud, hogy egy user titkosítasz, de ugyanez a technológia van mögött, amit mutogattam. Jó, igen. Azon a gépen úgy van föltelepítve, hogy a teljes diszk titkosítva van. Természetesen az nem lehet kulcsfájllal. Hanem az úgy van összekonfigurálva, hogy van egy alapértelmezett klikkelgetni kell, csak ki kell választani, hogy titkosítottan akarod a diszket. És megcsinálja úgy, hogy csinál egy boot partíciót, mert ugye a kernelt és az initerdét azt valahonnan föl kell neki nyalni. Utána csinál egy partíciót, azon lesznek titkosítva az adatait, ahhoz bekonfigurálja a crypt setupot, amiből lesz egy titkosított diszk, az beteszi egy LVM-be, és azon csinál két volume-ot egy root-nak, egyet pedig egy swap-nek.
Kész. Ez az alapkonfig, de ugyanez a beállítás, tehát te ugyanezt megcsináltad. Az az egy megkötés, ugye, hogy bútolás során nem tudsz neki kulcsfájt adni, mert annak semmi értelme nem lenne. Bár még ez sem igaz ebbe a formában, mert mondjuk ad abszurdum lehet annak értelme, hogy mondjuk fölteszed a boot partícióra, bebutorolod, és utána letörlöd. De akkor ugye ott marad, és a diszken megvan a helye. Ha ilyet akarnád csinálni, hogy mondjuk később kulcs fájllal akarsz vitte egy titkot, akkor én azt csinálnám, hogy... Hát a bootot is rá lehetne tenni a pendrive-ot, tehát attól kezdve. Akár az is egy megoldás? Az is egy megoldás. És validálom, hogy az a kód, amit én oda rátettem. És az is egy megoldás, vagy a másik, ami egy ilyen közbűső megoldás, hogy ugye nem bántod azt a részét, csak mondjuk a titkosított adatok nem nyílnak ki, hogy amikor te beteszed a pendrive-ot és fölcsatolódik, ugye azt UDF-be bekonfigurálod, valaki megismerheti. De hogyha mondjuk benne van az elérés útvonalban egy könyvtár, és ott van egy kulcsfájl, és oda teszel is egy kulcsfájlt, csak rossz, akkor az egy kicsit elgondolkodtatja a felhasználót, miközben te azt csinálod, hogy amikor odamész, akkor csinálsz rá egy tempefest arra a könyvtárra, fölmásolod a kulcsot, újra indítod a crypt setupot, és ugye megismeri a jó kulcsot, és kinyitja a titkaidat. És ugye mivel tempefes, nem került egyetlen egy semmilyen adathordozóra a kulcsfájlod. És utána lecsatolod, akkor el is tűnt, elérhetetlenné vált. Tehát ezerféle megoldás van, amivel nehezítheted. A kérdés, hogy mennyire paranoiás valakit. Meddig megyünk el? Én azt szoktam mondani, hogy... Hát a Snowden, amikor úgy írt a pályázatot, hogy felvette a török között, és letakarva is így írt a pályázatot. Miért mindenki így csinálja, nem? És akkor a nem így kikapulta? Én ezzel generálom a jelszónemet offline. Bármivel lehet generálni. Random karakterek. És tollat ráteszem. A titkosításhoz rendeltem Kínából a... Jelszókezelőt használok, egy jelszót tudok. Igen. Igen. Ja, de az a gépeden generálódik ki a memóriában. Igen. Igen. És hogyha kompromiszt a géped, akkor mint a kezdve az már meg is van. De a swap-et titkosítva teszed rá, tehát online ott kell neki lennie, hogy a memóriából rendszergazdának kell lennie, online ott kell lennie. A jelszót? Ezt? Igen. A fejemben. Összeset. Nem, hát egy jó hosszú karakter. Most csinálsz 10 hotjegyet. És mivel generáltad? Ezt? Igen. Random generátorral, de igazából egy csomó ugyanaz a karakter van rajta. És csukott szemmel rárakom a tollat. De akkor megint ugyanaz, hogy mint a jelszókezelés. Ugyanez, a gépen ott volt a... Ez homogén, random. Ezt a pofit elvehet tőlem. Ebből soha nem szedik vissza a jelszót, mert a jelszót én csak erről generálom. Jó, és ezt a jelszót hova írod föl? Az agyamba. És igen. Hogyha mondjuk 10 hogy hívják dokumentumot akarsz, vagy legyen 100, akkor mind a 100-nál... Nem, azért nem így, hogy el ne felejtek. Egyre többet próbálok megjegyezni. És a többit? Én azt tudom mondani. Már egy ilyen jelszógeneráló. Meg kell tanulod az egész papírt, és onnantól kezdve tök jó volt. Jajajajajaj! Én jelszókezelőt használok, tipikusan a keypass-t, de például csak egy rövid időre nyitom meg, hagyom nyitva a keypass-t, ameddig kiolvasom a megfelelő jelszót. És utána bezárom, tehát ahhoz, hogy valaki ezt megtalálja, hát rootnak kell lennie, figyelnie a memóriát, és pont akkor ott kell lennie. Igen, ez már azt gondolom, hogy ja. Elég jó. Igen. Elég mondjuk jó egyébként, megoldás. Ha már van a Trezor, tehát biztos nem tudom, hallottál a Bitcoin-os Trezorról, nem tudom, miért nem csinálnak offline kigenerálókat, ilyen kis... Van. Ezt akartam neked mondani, hogy ha a jelszót akarsz, ugye a bankok régen adtak, mert nem tudom, hogy adnak-e ilyen bankkártya méretű, megnyomod a PIN-kódot, kiad egy számot, ami egy percig érvényes. De ennél szerintem jobb technológia,
rendeltem Amerikából, Google Security Code. Ja, de én ugyanezt mondom, csak hardware-ben. Tehát, hogy az a keychain, ami van, ami gyakorlatilag egy, mondjuk egy akár hash generálóval egy jó jelszóból kigenerálni az összes többi cím alapján, tehát Facebook, ez az Amazon mindenhez, de azt egy hardware-ben. Hogyha jól gondolom, én nem tudok angolul, de megpróbáltam megérteni a működését. Generál egy kulcspárt, titkost, ami soha nem hagyja el a hardvert, és van egy nyilvános. És amikor beregisztrálod a kulcsot, akkor az történik, hogy elfogadod ezt, mint ezt a kiolvasható nyilvános kulcsot. Letárolod. És utána te úgy ellenőrzöd le, hogy az a hardware, hogy beküldesz neki bármit. Ő lekódolja, és visszaküldi neked a kódot. Mivel nálad megvan a nyilvános kulcs, dekódolod. És ha azt kapod vissza, amit elküldtél, akkor az a hardware kulcs. Ez egy certifikát gyakorlatilag. Ez egy certifikát, igen. Google Security Key az így működik. Be kell regisztrálnod a kulcsot, és ettől kezdve mondjuk nem SMS kódot küld meg ilyesmit. Csak ugye ez szoftverben van megvalósítva. Nem, ez egy USB-s eszköz. Ja. Ezt nem mondtam, hogy ez egy nem egy, hanem helyesebben két USB eszköz. Az lesz egy pár. Van ilyen Google Keychain apjuk, de hát az... De nem, ez nem az, hanem ez egy fizikailag hardware létező eszköz, amelyiknek az egyik fel az csak USB-n keresztül tud kommunikálni, másik fele USB-n és NFC-n, meg Wi-Fi, meg a tököm tudja mi, tehát vezeték nélkülön is tud kommunikálni. Na, ez is hasonló ötlet, mint a Trezor. Mennyibe kerül, és mikor küldik? Ő Magyarországra nem szállítanak. És azt hiszem $50. Azt hiszem $50. Én az eBay-en sikerült megszereznem $35. És rá kellett beszélnem az ürgét, hogy internet, mert ő csak Amerikába akarta tovább küldeni, rá kellett beszélnem, hogy az eBay-nél válassza a nemzetközi szállítás opciót ő, és így el tudta küldeni egy amerikai címre, ami az eBay címe, ahol átírták a címet az én címemre, és így jött el. Így pont $50-ba került ez a kulcs, amennyire a Google Amerikába szállít. Tehát Magyarországra még nem szállít, Angliába se szállít. Oké, tovább. Csak a Google az egy baj, mióta kivették az alapelvükből a ne légy gonoszt, azóta már nem bízok benne. Erre azt tudom mondani, hogy mivel ez a kulcs, ez már több éve létező protokollokon, tehát ez nem az ő gyártmányuk, hanem ez egy RFC-ben leírt, szabvány szerint működő hardverelem, amit valakivel legyártattak, akinek van tök ugyanilyenje is. Csak azt nem Google Security Key-nek hívják, hanem valami másnak. De ugyanúgy működik, ajánlja is a Google, hogy még ezeket. A szabvány hol található? RFC. Így értem. Nem az RFC szabvány, hanem a RFC. Tehát egy leírás, hogy kell neki... RFC, mit tudom, valami száma van, tehát RFC szerint le van írva, hogy kell működni egy ilyen kulcsnak. És ez az, ami a Google Gmail-ba van applikálva, egynél kipróbáltam. Vannak vele bizonyos apró problémák. Microsoft is a Google titkosítást, két lépcsősítését is használja. Live fiókhoz, és az összes Microsoft-os fiókhoz. Valaki próbálkozik is az accountommal időnként. Én azért akartam egy ilyet, még nem értem rá igazán foglalkozni, mert ugye a Google kiadott egy olyan nyilatkozatot, hogy mióta ilyen hardware-rel védik a kulcsukat, azóta nem történt betörés. Mert ennek megvan az egy előnye, hogy fizikailag rendelkezned kell az eszközzel. Tehát a kult meg tudja azt mondani, hogy most olyat csinálsz, amihez én plusz egy hitelesítést kérek, dugd be a kulcsot. Be tudod dugni, nem tudod bedugni, kész, ennyi. Tehát egy fizikai eszközzel kell rendelkezned, amit nem lehet feltörni, nem lehet lemásolni, és lehet lesorolni. Tehát... Most itt a koppányra beszélgettem, azért nem lemaradtam, amit arról van szó, hogy a Google alkalmazottak az soha nem törték még fel, nem, amit nem. Ezeket azt mondta, hogy a közlemény az körülbelül úgy szólt, hogy mióta ezt a Google Security Key-t használják a felhőhöz,
azóta nem történt betörés. Ezt ők használják belül. Tehát és, maguknak. És ez egy létező RFC alapján ők elkezdték használni, kipróbálták, kitesztelték, utána ezzel a gyártóval egy saját dizájnot kibocsájtottak, egy más koncepcióval, hogy eleve kettőt bocsájtanak ki, és az egyik az vezeték nélkülit is tud, tehát hogy a telefonban is tudod használni, mint hitelesítést. Tehát hogy nem kellett... így jól teszem az NFC-hez, és akkor most készüljük szépen, igen, igen. Tehát gyakorlatilag átadja az aláírt kulcsot a telefonnak NFC-hez. Igen, igen. És ugye ez azt jelenti, hogy bármit megszerezhet a betörő a rólad információt a neten, de amikor valamihez azt mondja, hogy dugd be a kulcsot, és nem tudod bedugni a kulcsot, akkor itt a vége. Tehát ez, amit én szoktam mondani az erőműben, ahol dolgoztam, hogy ha össze van kötve a dróttal két rendszer, akkor az már törhető. Tehát az, amit fizikailag elvágom a drótot, az köszönöm szépen, az tényleg ott nem fog átjönni a hacker. Az összes többi az lehetőség. Túlságosan egybeesik, hogy bezolt a... Hát, hogy mennyi? Nem tudom, hogy mennyire lehet használni például egy ilyen Google Security Key-t, még akár azt is el tudom képzelni, hogy ezt bedugod és kiolvasol belőle valamit, és az a kulcsod. Hát, vagy megcsináltad azt, hogy beküldeded a jelmondatodat, arra a kulcs kiadja a titkosítva a jelmondatodat, és az lesz a kulcsod, amivel ki tudod nyitni a luxot. Mennyi variációt szeretnél kipróbálni? Lényeg, hogy ne legyen... Sorjába, csak sorjába. Ne legyen hagyományos. Igen, jó. Jó. Aki akarja, azt ott tudja próbálni, próba a jelszava. Azon látszik a teljes felállított. Jó.